Sziasztok! Amit látjátok, sikerült rendelnem pár doboz DXM kávét, úgyhogy én már rosszul biztos, hogy nem fogom magam érezni. Amint azt ígértem, elkezdem nektek bemutatni szépen sorjában a DXM-es Ganoderma kávékat, úgyhogy én most hozzá is látok. Az első, amit én úgy gondoltam, hogy most kiválasztok itt a sok közül, az a Lindsay Black Coffee, ez a Ganodermás fekete kávé. Elárulom nektek, hogy egyébként én fekete kávét régen sem ittam, amíg nem ismertem a DXM kávékat. Most pedig hetente körülbelül egyszer szoktam inni, amikor a szüleimnél vagyok, mert nekik ez a kedvencük, és nagyon kellemes változatosság néha egy feketét meginni. Változott a csomagolása, mert egyébként ő is ilyen dobozokban volt, de ez teljesen úgy a tartalma az ugyanaz. És na, hát sikerült vele megküzdenem elsőre, győztem megint. 20 tasak van benne, egy ilyen csomagban, és ez ilyen kis aranyos, ekkora kis tasakban van. Jó, hát ezt szépen fel is bontom. Egy mozdulattal kinyithatók a tasakok, az esetek 90%-ával, de ilyenkor van nálam a segédeszköz. És ezt szépen levágom így a tetejét. Oké. Engem semmi nem akadályoz meg abban, hogy meginjem a napi kávémat, semmi és senki nem tud bennem megakadályozni. Jó. Oké, tehát instant kávé Ganoderma kivonattal, ebben semmi cukor nincs, tehát ez kávé és Ganoderma egyedül. Soróba ide beraktam már egy kis forró vizet. Most ezt próbálom nem ráönteni a többi doboz kávét, kicsit hátrébb állok. Én bögréből szeretek inni mindent, mert kicsit hígabban, mint mások. Van, aki ezt simán egy csészéből iszta meg, még a 3-1-est is. Ebben a fekete kávéban, ebben a Lindsay Black Coffee-ben nekem az a különleges, hogy egyáltalán tehát nem érzem rajta azt, hogy keserű lenne, illetve olyan kellemetlenül olyan maró íze lenne, mint egyébként, amit régen kóstoltam, és nem is ittam többet. Mindig 3-1-es típusokat ittam. Ennek semmi kellemetlen íze nincs, annyi, hogy nincsen benne cukor. Tehát sima fekete kávé, de nagyon kellemes íze van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sejmes íze van ennek a kávénak. A következő videóval is nem sokára jelentkezek, addig is köszönöm a figyelmeteket és egészségetekre. No. Oké. Okay. Jó. Na. Az a trükkje, hogy nem kell oda nézni, mikor az ember kinyitja, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. Nem hiszem el. Na még egyszer. Nagyon komoly. És amikor felnyitjuk, az a trükk, hogy nem kell oda nézni, és akkor biztos, hogy sikerül elsőre felszakítani. De úgy, most nekem megint. Aztán... Jaj...